pár pillanat, és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gréci Zsolt, a DK országgyűlési képviselője, a frakció szóvivője. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy bejött hozzánk. Itt szerda reggel nem egyszerű az élet, főleg akkor, amikor főpolgármester jelöltek töltik meg a várost, és mindenki ígér valamit. Talos nem ígér semmit, csak azt mondja, hogy erre sok ígéretre nincs pénz. Önnek mi a véleménye erről? Hát az a véleményem róla, hogy tegnap Kálmán Olga és Dobrev Klára éppen azzal szembesítette Tarlós Istvánt, hogy például a panel programot is sikerült leállítani, amit még a Gyurcsány kormány kezdett el, emiatt nagyon sok lakótelepi házat nem újítottak fel, pedig Tarlós István megígérte. Tehát amikor Tarlós István számon kéri az ellenzéki főpolgármester jelölteken az ígéreteket, akkor először szerintem a saját háza előtt kellene söpörni. Értem. Nagyon jól vették az európai parlamenti választásokat. Nagy csapattal érkeztek ki, és a csapat azóta is dolgozik. Mit vár a helyhatósági választásoktól? Ugye most lesz vagy nem lesz főpolgármester jelöltjük, azt állítják, hogy utána be is állnak ahhoz a mögé, akinek sikerül. Ugyanakkor a Szocialista Párt egyik képviselője egy kereskedelmi televízióba azt mondta, hogy ő neki rossz a szájíze, megmondott még mindenféle egyebet. Hát a rossz szájízről mesélhetnénk, amikor ilyen választási csalásokra derül fény, mint ahogy tegnap kiderült. Mi derült ki tegnap? Miről maradtunk le? Hát kiderült, hogy MSZP-től nem távoli telefonszámokról Gyurcsány Ferenc hangját használva buzdítanak Karácsony Gergelyre szavazásra. Mit szólt a választási bizottság ehhez? Hát valami levelezés és telefonálgatás megy dr. Magyar Györggyel ez ügyben. De hát ez kész tény, ez megtörtént. És hát ez ügyben... Hát kedves nézőim, hogyha Gyurcsány van a telefon másik oldalán, akkor kérdőjelezzék meg, hogy ez tényleg ő-e, illetve amit mond, ezt ő mondja-e, illetve mi? Illetve hát ez egészen elképesztő, hogy valakinek felhasználják a hangját úgy, hogy az eredeti üzenetével vagy céljaival ellentétes tartalmat. Szerintem igen. De egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ez az árnyoldala, ez egy súlyos árnyoldala ennek az előválasztásnak. Maga az előválasztás pedig azt gondolom, hogy mint intézmény az inkább siker, hiszen több mint 50 ezeren fognak részt venni ezen a... De ha megnézi az amerikai elnök előválasztásokat, vagy megnézi az izraeli primeriseket, amik először a párton belül vannak, utána az ellenzéken belül, hát ott vére megy a játék. Tehát ott még néha öv alá is mennek. Hát ez a választási csalás, ami tegnap lelepleződött, ez is övön aluli. Nyilván az a cél, hogy ősszel Budapesten Tarlós Istvánt legyőzzük, ez a legfontosabb cél, és az, hogy a nem kerületekben... Nem az a legfontosabb cél, hogy a polgároknak jó legyen? De hát nyilván ez a kettő összefügg, hiszen azt gondoljuk, hogy Budapest a Fidesz fogságában van, ez ma nem egy szabad város, ez egy piszkos város, amelynek nincs. Összeomlott az egészségügye, összeomlott az oktatási rendszere. Fújúj, ezek nagyon kemény szavak. De hát ez a tény. Ezekért még a kormánypártiak is perelhetik önt. Hát azért nem hinném, hogy összeomlott az egészségügy. Elég megnézni, hogy leállt a Honvéd kórház sürgősségi osztálya, leállt a Csecsebő sürgősségi osztály. Mindenesetre erről nincsenek például az elnökválasztáson résztvevő jelöltek nem igazán mondanak sokat. Ugyan stúdiónk vendége volt Komáromi Zoltán, aki, ha jól tudom, az önök egészségügyi szakpolitikusa, beszélt róla, sőt, elkezdte ismertetni a Budapest programját, amin már ő évek óta dolgozik, és kértük is, hogy egy következő alkalommal folytassuk. Az annyit jelent, hogyha az önök, akinek a nevét már nem mondom ki, mert ez a hirdetés helye lenne, főpolgármester jelölt nője nyerné meg az előválasztásokat, és ha ő nyerné meg Budapestet,
akkor ezt az egészségügyi programot, amit egy másik DK-s szakpolitikussal, mondjuk ki a nevét neki, nem látom hirtelen. Komáromi Zoltán. Komáromi Zoltán, igen. És egy DK-s országgyűlési képviselő. Dr. László Imre. Dr. László Imrével együtt dolgoznak ki, akkor ezt a főpolgármester magáival fogja tenni? Hát ma az a helyzet állt elő, hogy gyakorlatilag klasszikus értelembe vett egészségpolitikusa ellenzéki oldalon csak a DK-nak van. Egyetlen más pártnak sincs, a parlamentben sem. A demokratikus koalíció azzal büszkélkedhet, hogy Dr. László Imre és Komáromi Zoltán nálunk dolgozik, mindketten tagjai a pártnak, és természetesen azon dolgozunk, hogy ha Kálmán Olga lesz a főpolgármester jelölt, majd a főpolgármester, akkor azt az egészségügyi programot valósítsa meg, amelyet ezek a szakemberek sok más szakember társaságában kidolgoztak. És azt meg tudja erősíteni azt lenne. A hírt, miszerint László Imre indul a helyhatósági választásokon, mint polgármester jelölt? Igen, Új-Budán 11. kerületben, ő az ellenzék közös jelöltje. Ez annyit jelent, hogy akkor meg kell, hogyha megválasztják, válnia a parlamenttől? Hát ebben az esetben nyilván. Egy ilyen egészségügyi szakpolitikus hol tud többet tenni, mint polgármester, vagy mint parlamenti képviselő és egészségügyi politikus? Hisz ő már a Honvéd Kórháznak volt az igazgatója, a Szent Imre Kórház rehabilitációt végig bábáskodta. Tehát itt az a szerencsés helyzet áll elő László Imre esetében, hogy ő egyrészt a parlamentnek ma az egyetlen egészségügyi szakpolitikusa, viszont Új-Budán is szükség van a változtatásra, és ő rendkívül népszerű a 11. kerületben, hiszen a Szent Imre Kórház főigazgatójaként szinte annak, minden polgárral találkozott. Hát gyakorlatilag mindenki ismeri, gyakorlatilag csak rá kell képzelni egy fehér köpenyt. Az egész figurája ezzel a jóságos doktorbácsi imázsa van, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a többi ellenzéki pár zokszó nélkül beállt mögé, és nagyon bízom benne, hogy Új-Budán sikeres küzdelmet fog folytatni a Fidesz ellen. És ön úgy érzi, hogy ez a nagy ellenzéki összefogás, ez működni is fog? Nincs más választásunk. Az emberek azt mondják, hogy ez az együttműködés meglegyen, a kerületekben megszületek ezek a megállapodások, a kerületek többségében már az egyéni körzetekben is megállapodtak, hogy ki indít jelöltet. Tehát ott sem arra készülhet a Fidesz, hogy na, akkor majd 3-4 ellenzékivel szemben, hanem lehetőleg egy induljon a Fidesszel szemben. Ez a győzelem. Milyen esélyei vannak például Niedermüller Péternek, aki egy ismert európai parlamenti politikus volt, most önök polgármesternek indítják őt? Péter itt született a kerületben, és itt is lakik. Itt járnak a gyerekei iskolába, tehát nagyon erős a kötődése a kerülethez, és miután az országgyűlési képviselő is DK-s, a kétszer egyéni körzetet nyert Olá Lajos, aki egyébként kiválóan érti a kampány csínyát, binnyát, ezért azt gondolom, hogy Niedermüller Péter győzelme reális esély itt a kerületben. De akkor mi történik például az LMP-sekkel, akik nincsenek benne az ellenzéki koalícióval, például ebbe a kerületbe? Mindenhol beléptek. Az LMP mindenhol vállalta. Minden kerületben vállalta, ebben a kerületben is vállalta, hogy részt vesz az ellenzéki együttműködésben. Moldován László. Ő kilépett már a pártból. Ő már nem LMP-s. Ő már nem LMP-s, ő gondolom mindegy független el fog indulni a kerületbe, hisz hát itt lakik a kerületbe. Hát nyilván annak vállalva minden közvéleménykutatás alapján 9-10% között van a szavazati. Varjú Lászlóval szemben is elindult egy csalódott MSZP is 2018 áprilisában. És még volt olyan is, hogy az ingyenesen kiosztott Népszava inkább őt ajánlotta a választók figyelmébe, mint Varjú Lászlót. Mit jelent, hogy ingyenesen kiosztott? Hát mert szétszórták, hogy kit ajánl a publikus intézet. Aha. Az egyedi körzetekben, és ott természetesen nem Varjú Lászlót javasolta az MSZP közeli szerkesztőség és intézet. Ez az úr 1%-ot kapott, és Varjú László megnyerte el. Ezúton szeretném jelezni, hogy Moldován úr elindulhat Niedermüller Péter ellen, de nagyon meg fogják büntetni a választók. Moldován úr nem akar polgármester lenni, már szerintem ő tovább akar dolgozni azért a kerületére, ahol lakik, ahol nagyon, fontos nagyon zöld tervei vannak. Az fontos. Én nem is hiszem, hogy ő polgármesternek, viszont civilként egy nagyon ismert ember a körzetében. Ezt én elhiszem, és nagyon fontos is lenne, hogy mindenki, aki nekezügyben dolga van a kerületért, azt tegye meg.
Úgyhogy az, az szerintem fontos is lenne. Tehát elképzelhető, hogy minden kerületben akad még egy-két sértődött ember, aki obligon kívül kerül, és végén elindul, mint független? Hát remélem, hogy nem így lesz. Nyilván ilyen, minden ilyen megállapodás érdeksérelemmel is jár. Tehát ugye ezek a kerületi megállapodások például az Európai Parlament választás előtt születtek meg. Hát ha valakiknek mondjuk lenne felhatalmazása arra, hogy ezt fölrúgják, és azt mondják, hogy akkor tárgyaljuk újra, ez a Momentum és a DK, amelyikről kiderült, hogy a két legerősebb párt a Fideszen kívül Budapesten, és ez a két párt igen nagy önfegyelemmel ezen nem változtatott, úgyhogy ezt a önfegyelmet mindenkinek javasolnám. Igen, csak egy baj van, ugye mi ismerjük egymást, és én mindig abba bíztam, hogy amit ön mond, azt én majdnem 100%-ra vehetem. Ön nem homofób, nem rasszista és nem antiszemita. Ez így van. Na de most olyanokkal működik együtt, akik nem régen még azok voltak. Ön hisz a lemerülésbe, és akkor merülés után már más emberek lettek? Hiszen ők együttműködnek a Jobbikkal. Nem működünk együtt hivatalosan a Jobbikkal. Olyan van, hogy mondjuk a Jobbik nem indít jelöltet az ellenzéki jelölttel szemben, de arról nincsen szó Budapesten, hogy a Jobbik neve megjelenjen a pártok. Ez egy összellenzéki vélemény, vagy csak az ön Gréci Zsolt DK-s országgyűlés képviselő? Szerintem ezt a Jobbik sem igényli. Szóval akkor nyugodt lehetek, hogy amit mond, az továbbra is. Én úgy tudom, hogy itt tartanak ezek a tárgyalások. Én úgy tudom, hogy a Jobbik sem igényli, hogy MSZP, DK, LMP, tudom én, micsoda, Jobbik, sok-sok kötőjeles valami legyen. Az LMP mennyire, akkor, amikor megállapodtak, akkor az LMP még nem volt aktív, együttműködő. Nekik újból megnyitják a lehetőséget, hogy indítsanak a kerületekbe jelölteket? Úgy tudom, hogy az a megállapodás, hogy minden kerületben kapnak egy egyéni körzetet. Mi van akkor, hogyha nem az önök jelölte nyeri meg az előválasztásokat, hanem a többi ötből lesz valaki a győztes? Hát nyilván az a lényeg, hogy egy közös ellenzéki jelölt legyőzze Tarlós István. Nyilván a mögé kell felsorakozni. Én nagyon bízom benne, hogy ez Kálmán Olga lesz. Az lenne a legjobb budapestieknek. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. További jó munkát ebben a rökkenő melegbe, és ne felejtsen elmenni szabadságra is, ha bár rám sok nem lesz rá. Előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk.